Na sziasztok srácok, itt Niggár jelentkezik egy újabb videóban, és a mai videóban megmutatom nektek, hogy hogyan töltsétek le telefonra és PC-re a 60 Seconds nevű játékot ingyenesen. De mielőtt ebbe belecsapnánk, egy kis csatorna információ. Mostantól nem csak gameplayt fogok a csatornára feltölteni, hanem animációkat is. Az első animált karakterem, akit láthattak a képernyőn, tudom, a karján átmegy az a bot, azt majd orvosolni fogom. Na de vágjunk is bele a videóba. Ha tetszett nektek a videó, majd a videó végén, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. És akkor vágjunk is bele. Na, megnyílt a böngésző, de mielőtt belevágnánk a tutoriálba, el kell, hogy mondjam, hogy ez a tutoriál mind Androidra, mind PC-re működik, és ha segített nektek, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és igazából gameplay videókat szoktam csinálni, most éppen animálok, tehát azért nem volt tartalom, ahogy láthattátok a kis rajzból, ami a videó elején volt, de vágjunk is bele, akik Androidra akarják letölteni, tehát telefonra akarják letölteni az alkalmazást, azok tekerjenek bele a videóba, amíg nem érünk el a második alkalmazás. Tehát a második alkalmazáshoz, amit le kell tölteni. Szóval, PC-sek, töltsétek le ezt az alkalmazást, hogy BlueStacks. Az alkalmazás arra jó, hogy emulálja neked az androidos felületet, tehát gépen tudsz androidos játékokkal játszani. De ne aggódj, igazából ugyanolyan grafikája is, meg minden, mivel hogy gépen használod, nem kell aggódnod, ez semmit nem befolyásol. Csak töltsd le ezt a jó kis alkalmazást, és mindjárt megvilágosodsz. Szóval kattints rá ide, nekem már le van töltve, tehát nem fog rá kattintani, de neked erre kell rá. Na, amint ez megvolt, nyissátok meg az alkalmazást, ugye még be kell állítanatok a beállításokat, elfogadni, amiket el kell, ugye ez nem olyan bonyolult, minden alkalmazásnál ezt kell csinálni, majd látni fogjátok, igazából 2 perc alatt túl vagytok rajta, és amint le is telepítettétek, látni fogtok egy ilyen felületet, ugye még a 60 Seconds nekem már le van töltve, és akkor nyissuk is meg a Google Chrome. Na szóval, hogyha megnyílt nektek a Google, akkor írjátok ide be, hogy Aptoide. Így né. Ahogy leírtam én. Keresés. És erre, amit itt láttok a képernyőn, kattintsatok rá. Ugye nekem ez már le van töltve, de gyorsan. Na szóval, amint betöltötte az oldalt, az Aptoide-ot, akkor az androidosok és a PC-sek is töltsék le. Így ezt szépen. Ájj, srácok. Az androidosoknak be fogja azt dobni, hogy nem tudod letölteni, mivel engedélyezned kell az ismeretlen forrásokat, tehát hogy engedélyezned kell azt, hogy ismeretlen forrásokból is letölthetsz alkalmazásokat a telefonodra. Tehát ezt csináld meg, be kell menned a beállításokba, ezt megkeresed, engedélyezed, és már meg is van. Na és hogyha betöltött az alkalmazás, akkor nagyjából ezt láthatjátok magatok előtt, nyomjatok rá ide, telefonon és PC-n is, mondom, mostantól már minden ugyanúgy van. Beírjátok ide, hogy 60 seconds. És látjátok, ingyenesen itt van, de ez még nem minden, még nem menjetek rá, ugye letöltitek, megvárjátok, amíg letölt. Na, és hogyha letöltött az alkalmazás, és legalább idáig betöltött, akkor figyeljetek, azt kell majd csinálnotok, hogy megpróbáltiteket bejelentkeztetni Google Play-be, ezt ne hagyjátok, próbáljátok elnyomni minél erősebben, hogy ne töltse be nektek ezt a szart. Nekem betöltötte, gyorsan rányomok, hogy skip, switch, és ahelyett, hogy cserélnék akuntot, hogy más, nem más akkumulátor jelentkezek be, hanem elnyomok teljesen máshova a képernyőn, így, és akkor nem jelentkezik be Google Play-jel.
ez nagyon fontosan ne jelentkezzen be, akkor örökké töltene. Na szóval, innentől már az androidosoknak semmit nem kell csinálni, ők már kész vannak, nekik semmit nem kell, de viszont PC-n. Rányomunk ide, hogy új játék. Igen, szépen, srácok. Klasszik. Most megnyitok csak random egy játékmódot. Nem muszáj nektek ezt megnyitni, ezt előre elmondom. Én csak gyorsan ezt megnyitom. Ugye ebben a játékban több játékmód van. Na, amint betöltött maga a játék, maga ez a menet, akkor nyomjatok ide. Igen, pontosan ide. És itt lesz egy ilyen, hogy D-pad. Ugye láthatjátok, hogy hova nyomtam arra a kis billentyűzetre. Itt lesz, hogy D-pad. Erre kattintsatok rá, bocsánat, ne kattintsatok, hanem húzzátok ki innen, ide, amit láthatok, ezt a kis szart, nekem már oda van húzva, ide húzzátok pontosan úgy, ahogy én, hogy ezek a két kör megegyezzen, és ugye ez a kis joystick, amit maga az Android ad, és hogyha oda raktad, akkor, akkor már a PC-seknek sincs nagyon sok dolga, már csak meg kell mutatnom nekik. Gyorsan rányomsz, hogy save, kiixeled. Gyorsan, hogy nekem ki kell mennem, ugye meghaltam. Így. Na szóval, srácok. Ettől az fog történni, hogy most már VASD-vel tudjátok irányítani a játékot. Egérre eddig is tudtátok irányítani, ne aggódjatok. És ez azért jó nektek, mert így már teljesen megkapjátok a fullos játékot. Tehát ha megnézitek, VASD-vel tudjátok irányítani, vagy nyilakkal, amit csak akartok, beírhattok bármit oda. Én maradtam VASD-nél. És látjátok, VASD-vel irányítom a játékot. Arra megyek, amerre akarok. VASD. Látjátok? De megvan nektek igazából a teljes játék. Egérrel tudjátok húzni, hogy merre nézzen. Ugyanúgy. Így. Rá tudtok kattintani a tárgyakra, hogy felvegye, ugyanúgy, bocsánat, kimentem a játékból, rá tudtok kattintani a tárgyakra, hogy felvegye, ugyanúgy, igen, felveszem ezt a baltát, és igazából megkaptátok a teljes játékot. Tehát igazából ennyi lett volna ez a tutorial videó. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobj egy lájkot és iratkozz fel. Én Niggard voltam, és iratkozzatok fel, még egyszer elmondom, ha szeretnétek még látni tőlem ilyen hasonló tartalmakat, vagy egy sorozatot ebből a játékból, szevasztok!